Fogalmam sincs, mióta sodródok ebben az örökké valóságban, de már abba sem vagyok biztos, hogy még létezek. Bárhol is tartok, lassan odaérhetnék már, mert kezdek megőrülni. Viszont furcsa módon nem érzek éhséget, sem szomjúságot. Olyan érzésem van, mintha csak hibernálva lennék. Jó idő telt már el azóta, hogy felvettem volna a kapcsolatot Jeremiah-ékkal. Viszont azóta gyakran halucinálok, és olyan dolgokat látok magam előtt, amik valójában ott sincsenek. Jó lenne már, ha végre újra hallhatnám valakinek a hangját. Egyszer mindenképp hazajutok, és helyrehozom minden hibámat. Jeremiah-nak össze fogok szedni annyi pénzt, hogy nem fog tudni mit kezdeni vele. Persze megint csak a lapás meg a hekkelés, de azt is bénán csinálod. Még sose jöttél ki belőle jól. Ha bármit is helyre akarsz hozni, azt csak tisztességesen teheted meg. Ne kövesd el megint ugyanazt a hibát. Tedd meg! Ne tedd meg! Tedd meg! Kérlek ne! Gyerünk már! Hallgass a szívedre! Csináld már! Ha hamarosan nem találok valami kiutat innen, teljesen meg fogok őrülni. Bárcsak megint megszólalni ez a beépített vacak. Vajon most megint képződöm, vagy tényleg beszélnek hozzám? A hallat válaszolj! Ismét leválaszolj! Kapcsold be a kommunikátor! Ismét kapcsold be a kommunikátor! Ezek valódi hangok. Péter, itt Anon? Hall engem valaki? Ha-ho! Hallatok? Én hallak téged! Te veszed az adást? Valami felelőbb, de nem tisztán. A tartitod! Nem értem, mit mondasz. Ismételd meg, kérlek. Azt mondtam, kapcsold már ki végre a torcítást azon a szaron. Ó, most már működik. Köszi. Ha mindent úgy csinálsz, ahogy mondom, hazajutatlak. Én teljesen rád hagyatkozom. Helyes. Magad előtt látod a téridő kvantum hibrid hull turbina mérő műszerét. Ez mutatja meg, melyik hulldimenzióban kötsz ki, ha a turbina elért a megfelelő hidrokvantum fokozati erőt. Gondolom ez érthető. Esetleg le tudod ezt nekem emberi nyelvre is fordítani? Mit nem értesz ezen, te szerencsétlen kvantum fejű esőkabát? Amint a mutató eléri a 8-as számot, meg kell nyomnod a zöld gombot. Ezáltal nyitsz egy kiutat a mi világunkba. El tudtam érni a hajóvezérlőegységét, amire most már át tudom küldeni az itteni koordinátákat. Másodperceken belül rajta is lesz a gépadat tárában. De ami a lényeg, hogy pontosan a 8-asnál kell megnyomod a gombot, hogy vissza tudj jutni ebbe a világba. Ne törődj semmi másra, csak figyeld a mutatót. Értem, akkor amíg te mókolsz a szerkezeten, addig nekem csak a 8-as kell figyelnem. Ahhoz, hogy megkezdődjön tiszta szedes gulantagén pumpálása előtt, meg kell nyomnod a piros gombot a bal kezednél. Ó, egy pillanat. Azt hiszem megvan. Helyes, nincs terüld addig, míg a piros kutató meg nem indul a 8-as felé. Ha látod, hogy megbozdult és elérte a 8-as, nyomd meg a zöld gombot. Rendben. Én is mindjárt végzek a betáplásokat, addig mindkét biológia optika legyen rajta a mutatón. Nos, elindult a mutató? Igen, elindult már és másodpercen belül a 8-ashoz fog élni. És 8-as. Megnyomtam a zöld gombot. Rendben. Most pedig. Bassza meg! Rossz dimenzió. Tudhattam volna, hogy a monitor az nem egy 8-as, hanem csak egy folta kijelző. Na bassz meg! Ó, látom a fényt az alagút végén. Végre hazajutok. Nagyon köszönöm. Köszönök. Mindent.
Halló? Itt vagy? Válaszolj! Vétel! Hallasz? Kész. Ennyi volt. Nem jutok soha többé haza. Most már soha többé nem tudom elni ezt a porfészket. És ez mind az én hívám. Várjunk! Te szoktad látni a jövőt. Nem láttad, hol ment a gépem? Eddig se láttam a jövőt, csak újra élem az eseményeket. Nem tudom, hol lehet a géped. Akkor erről ennyit. Nem tudod esetleg valahogy újraépíteni a gépet? Ha megmondod, mi kell hozzá, megpróbálnánk beszerezni neked. Ez az! Újabb fogom építeni! Újabb fogom építeni a gépet, vagy ne legyen a nevem kotkodák! Ha esetleg meggondolnád magad, tudod, hol találsz.